Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjuk a témát. Ma arról fogunk beszélni, hogy ne függ senkin. Legyél szabad, ne függ senkin, ne reagálj el automatikusan a problémákra. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nekem függni azon, mit gondolnak rólad, mit csinálsz. Mit csinál a tömeg? Már általában most így működik a divat, hogy mindenki ezt csinál, akkor én is ezt csinálom. De nem, te irányíts magadat a saját belső értékrendjeid szerint, a terveid szerint. Azon sem függél, hogy van kedved, vagy nincs kedved. Ettől legyél független. Csak folytass, és folytass, és folytass, mindig belül vizsgálja a helyzetét. És hogyha máshogyan csinálod, nem ahogy diktál belső reakció, mert ez a belső reakció az már kialakult az élet során, gyerektraumák szerint a iskolába által ránk erültet egy szemlélet, és mi azon szerint általában reagálunk az életükre, és ezért eredményképpen kapunk azt, amit most van, de hogyha más eredményt akarunk, és tényleg akarunk sikeres lenni, akkor szokjunk le az automatikus forgatókönyv szerinti reagálásról, hanem vizsgáljunk a helyzetet. Tanuljunk meg belül, mit kell változtatni, és akkor nyílik út a sikerhez, akkor minden cél elérhető válik számunkra. Én tudom, te meg tudod csinálni. Köszönöm szépen, Hare Krishna!